Pizza King. 0-80-999-999. Helyettünk az F4-ra, és itt van mellettünk Balogh Zoltán miniszter úr. Miniszter úr, ha jól számoltam, akkor ön pont 18 éves volt, amikor az F4 elindult. Ön akkoriban tervezte a fesztiválozást, vagy ment fesztiválra? Hogyne, hát a diák élet, az egyetemi hallgatóknak az élete, abban volt egy ilyen országos mozgás is, tehát nem korlátozott egyik vagy másik egyetemre. Én ugyan teológus hallgatónak készültem, de én Miskolcon abban az időben egy kicsit korábban már töltöttem az életemnek egy fontos részét a Diós Györgyi Gépgyárba, és bekapcsolódtam itt az egyetemi diák életbe, úgyhogy ez egy hihetetlen jó társaság volt itt, és nagyon kreatív a városban élet és az egyetemen való élet, úgyhogy a legjobb emlékeim vannak. Hogyha bepillantást enged ebbe az időbe, akkor ön az a sátrazós, vadkempingezős fesztiválozó volt, vagy inkább a kulturálta? Igen, mások anyagi okok miatt is az ember a sátrat részesítette előnybe, de én a két dolgot nem érzem ellentmondásnak, tehát szerintem az, hogy Miskolcot mondjam, a Városi Galériába én minden héten egyszer megnéztem Kondor Béla képeit, hogy legyen egy kulturális töltet bennem, aki a kedvenc festőim egyike. Esténként megbulisztunk, itt ismerkedtem meg 1977-ben Cseh Tamással például, aki lejött ide a városba, Ady Endre Művelődési Ház, annak idején is fantasztikus koncerteket adott, utána megbulisztunk, a két dolog, az nem zárja ki egymást, még sokszor inspirálja is. Most azon gondolkodtunk itt az előbb, miközben mentek a beszédek, hogy ön most miniszterként elég kötött programokkal rendelkezik, de ha választania kéne, akkor még egy ilyen megnyitó, vagy inkább vegyülne a fesztivállal? Hát nem kérdés. Amikor meg szokták kérdezni a munkatársai, hogy mihez van kedvem, akkor azt mondom, miért ez kérdés? Azt kell csinálni az embernek, mi a dolga. Szerintem egy ilyen megnyitás azért fontos, mert ilyenkor üzenni tudunk. Nem csak azon, akik itt vannak, hanem az egész ország nyilvánosságának, hogy fontosak az egyetemi hallgatók, hogy azt akarjuk, hogy jobb körülmények között tanuljanak, hogy azt szeretnénk, hogy jobb egyetemeink legyenek, azt szeretnénk, hogy erősebb diplomák legyenek Magyarországon, azt itt tudom elmondani. Aztán meg, hogyha majd a nem mondom meg melyik fesztiválon, mert ne csinálják reklámot, majd a 20 éves fiam azt mondja, hogy menjünk el egy este, akkor majd megpróbálok fekete szemüveg, baseball sapka, körszakál elmenni, hogy én is jól tudjam magam érezni. Most, hogy így említette, hogy az itt lévők, azt néztük pont, hogy itt az átlag életkor azért elég magas, míg ez a fesztivál az egyetemistáknak szól. Hát hol vannak a megnyitóról az egyetemisták? Az egyetemisták szerényen a háttérbe álltak, ha jól látom, de én bízom benne, hogy az üzenet elér hozzájuk a sátrakba is, mert azért komoly dolgot tervezünk. Már az, hogy ma a diákhitelük ezeknek a fiataloknak mondjuk fele annyi kamattal működik, mint amennyivel indult, az például szerintem egy jó és fontos bejelentés július 1-től, az, hogy tovább dolgozunk ezen, az, hogy együttműködünk a hallgatói önkormányzatokkal, szerintem ezek olyan jó üzenetek, amik egész biztos eljutnak hozzájuk is. Miniszter úr, és végezetül utolsó kérdés, hogyha már említette, ön javasolná a diákoknak, akár az itt lévő diákoknak a diákhitel felvételét? Én most azt javaslom, hogy picit várjanak, mert még jobb lesz. De az, hogy a diákhitel 2, miközben itt volt köztünk egy komoly csattanás, miért tagadjuk ezt a diákokkal 2012 őszén terén, ha jól emlékszem, ehhez képest most már sikeresebb, mint a diákhitel 1. Azért az azt jelzi, hogyha nem politikailag csatározunk, hanem a dolognak a mélyére nézünk, és azt látjuk, hogy van egy olyan magyar állam, aki nekünk nem devizahitelt ad, hanem 2%-os kamatra egy olyan hitel, hogy a különbözetet a magyar állam viseli. Ez azt jelenti, hogy mi szeretnénk befektetni a fiatalok jövőjébe, és ők ezt azért csak megértették, és most már ők is szeretnének abba a jövőbe is úgy befektetni, ahogy mi nekik ezt a konstrukciót kínáltuk.